Határszemlén a kormányfő. Magyarország minden Ukrajnából érkező menekültről gondoskodik. Kárpátaljai családok javára gyűjtenek. Mága Zoltán és a Református Egyház is segít. Maskarádé és mangalica. Finom falatok mellett tűzték a telet az alakoskodók. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Február 27-e vasárnap van, már is mondjuk a híreket. 4 nappal ezelőtt támadta meg Oroszország Ukrajnát. Azóta már több mint 66 ezer menekült érkezett a szomszédos országból Magyarországra. Orbán Viktor miniszterelnök Beregsurányban szombaton azt mondta, a neheze még előttünk van. A határmenti településeken átmeneti szálláshelyeket alakítottak ki. Civilek és segélyszervezetek adományokat visznek és osztanak Tiszabecsen, Beregsurányban és Záhonyban is. Nádasdy Anikó összeállítása következik. A határon rendőrök is segítettek a gyalogosan érkező menekülteknek. Tegnap délelőttig mintegy 6000-en érkeztek Magyarországra Beregsuránynál. A gyerekek sírnak, anyu ott maradt kint Ukrajnában, és nagyon nehezebb beszélek erről, mert a férjem háborúzik, sajnos. A hétvégén már nem hiének, hanem önkéntes civilek várták autóikkal a hazájukat elhagyni kényszerülőket. Ma jöttem, az egyik barátom jól ismeri a nyelvet, ő tolmácsként segít, én pedig jöttem a kis busszal, és én vagyok a sofőr, és a melegedő helyre viszem a menekülteket, úgyhogy így segítek. A Beregsurányi határátkelőnél Orbán Viktor miniszterelnök szombaton azt mondta, beengedünk mindenkit, olyanokat is, akiknek nincsen úti okmányuk. A neheze az még előttünk van, ugye itt a határ másik oldalán egy háború zajlik, aminek a frontvonala az még odébb van, még nem érkezett be Kárpátaljára, itt még komoly katonai cselekmények nem voltak, de hogyha elhúzódik ez a háború, akkor lesznek itt is katonai cselekmények, és föl kell készülni, hogy kezelni tudjuk ezeknek a következményeit. A következő napokban még nagyobb hullámmal számolnak Beregsurányban, ugyanis Ukrajna keleti részeiről mostanra érhettek ide a menekültek. Vannak olyan információk, hogy a túloldalt azért elég komoly létszámban vannak a menekültek, a 3 kilométeres kocsisorról beszélnek, illetve ilyen 60-70-es csoportokba kezdik engedni az átkelőn. Beregsurányban több átmeneti szálláshely is van, itt melegedhetnek és pihenhetnek a menekültek. Adományokat is gyűjtenek a művelődési házban. Tiszabecs az összefogás példája volt hétvégén is. Meleg ételt osztottak a menekülteknek. A segélyszervezeteken kívül sokat civil segítségnyújtó. Többen ingyen fuvarral próbálnak segíteni. Mi Szentendéről eljöttünk ide. Bárki, aki akarja, fölviszünk Budapestre, Szentendére. Vannak befogadó helyénk, ahol el tudjuk őket vinni, vagy ha van nekik, hova menjenek, nagyon szívesen teszünk kérdük valamit. Tiszabecsen is több átmeneti szálláshelyet alakítottak ki. Az iskola tornacsarnokában pedig csoportosítva gyűjtik az adományokat. Ruhaneműre, cipőre, pelenkára és bébi ételre van a legnagyobb szükség. A Záhonyi vasútállomáson rengeteg a gyerek és a nő. Kint a peronnál a csomagjaikon ülnek az emberek. A váróteremben gyerekek alszanak a padokon, vagy ahol éppen tudnak. Könnyező szemek, reménytelen tekintetek. A segélyszervezetek munkatársai vajas kenyeret kennek nekik. Az állomás épülete előtt is osztanak ételt és teát. Apuék otthon maradtak, mert nem engedték a tét a katonának össze. Vasárnap délelőtt 130 percet késett az Ukrajnából érkező vonat. Ezen a szerelvényen körülbelül 180-an voltak. A peronon sok sírú embert látni. Szolidaritási jeggyel díjmentesen utazhatnak az ukrajnai menekültek. Olvasható a MÁV Facebook oldalán. A posztban az is szerepel, hogy a helyzet miatt állampolgársától függetlenül díjmentes menetjeggyel utazhatnak Záhonyból tovább különböző magyarországi állomásokra azok, akik Ukrajnából jöttek. Illetve a kialakult helyzet miatt Záhony és Csap határátmenetben a megnövekedett utasforgalom miatt, ahogy az itt jól látható, hogy rengetegen várakoznak az állomáson, több kocsit is ráteszek a szerelvényekre, ez a tartalékjárművek is érkeznek az állomásra. A Napszemlét Nádasdy Anikó tudósította. További katonai erőket csoportosít Magyarország az ukrán határhoz. Ezt ma jelentette be Debrecenben a Magyar Honvédség főparancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel érkezett a Kossuth laktanyába, miután végigjárták az érintett szakaszt. Benkő Tibor azt mondta, a helyiek tartanak a csernobili gammasugárzás növekedésétől, ezért ugyanaz eddigi mérési adatok ezt nem bizonyítják, de mostantól fokozottan helikopterről is mérik a sugárzást.
Helikopterrel érkezett a debreceni Kossuth laktanyába a Magyar Honvédség főparancsnoka és a honvédelmi miniszter. Mindketten a magyar-ukrán határt járták végig napközben, ellenőrizve az ott állomásozó csapatokat. Ruszin Szendi Romulus főparancsnok azt mondta, büszke a katonákra, akik remekül helytállnak, de folyamatosan elemzik a háborús helyzetet, és minden eshetőségre felkészülnek. Arról döntöttünk, hogy tovább erőket csoportosítunk át a térségbe. A felderítő harckocsizó különleges műveleti légvédelmi erők fognak megjelenni a határhoz közel, és eddig alapvetően katonai objektumokból hajtottuk végre a feladatot, arra is számítani kell, hogy civil létesítményeket is igénybe fogunk venni. A határátkelőkön folyamatosan érkeznek menekültek Magyarországra. A honvédelmi miniszter kiemelte, ott jártakor egyeztetett a határmenti települések polgármestereivel és lakosaival is. Benkő Tibor szerint a helyiek aggódnak az Ukrajnából érkező hírek miatt, amik szerint nő a gamma-sugárzás mértéke az oroszok által elfoglalt csernobili zónában. A miniszter hangsúlyozta, ezentúl fokozottan helikopterek segítségével is mérik majd a sugárzás mértékét. Vannak felvetések a lakosság részére, ami nyugtalanítja őket, és szeretnénk, ha meggyőződnénk arról, és tudnánk korrekt információt szolgáltatni, hogy nincs miért aggódni. Az eddigi mérési adatok legalábbis ezt bizonyítják. Benkő Tibor hozzátette, a térség biztonságát önállóan biztosítja a Magyar Honvédség, és emellett segítkeznek a háború elől menekülők fogadásában is. Az ukrán-orosz háború elől menekülőket segíti a 100 templom koncert sorozatával Mága Zoltán hegedűművész. A hangverseny sorozat nyitő előadása szombaton este a református nagytemplomban volt. Itt a gyülekezet adománygyűjtést is szervezett, amiből a Kárpátaljai Református Egyházkerület javára hoztak létre segélyalapot. Harmadszor indította útjára Mága Zoltán hegedűművész 100 templom elnevezésű jótékonysági koncertsorozatát. Ezeken hagyományosan beteg gyerekek számára gyűjtenek, de a héten kirobbant ukrán-orosz háború átírta az eredeti célokat. Mindannyian a békének, a békés együttélésnek vagyunk a hívei, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a mostani és az elkövetkező koncertek bevételét, adományait a háború elől menekülni kényszerülők kárpátaljai embertársaink megsegítésére fordítjuk. A nagytemplomi gyülekezet is támogatja a rászorulókat. A koncert, valamint a vasárnapi istentiszteletek persejpénzéből hozták létre azt az alapot, amelyből tartós élelmiszereket vásárolnak a Kárpátaljai Református Egyháznak. Itt a templomban gyűjtést szervezünk, a jelenlévők adakozhatnak majd, és a református szeretett szolgálaton keresztül fogjuk eljuttatni a rászorulókhoz az adományokat. Nagyon jó érzés, hogy Debrecen gyakorlatilag azonnal megmozdult, amikor a szükség ezt megkívánta. A koncerten Fekete Károly püspök azt mondta, az egyház mindig segített a bajba jutottakon, a mostani háborús helyzetben is gyorsan cselekedtek. Az egyházkerület kijelölte azokat a határmenti pontokat, ahol gyülekezeti termekben, egyházközségi objektumokban lelkipásztorok várják odafigyeléssel, szeretettel a menekülőket. Hétfőn este 6 órakor egyszerre szólalnak majd meg a református templomok harangjai. Így hívnak mindenkit, felekezettől függetlenül közös imára a békéért a nagy templomba. Hajdú-Bihar megyében is sikeres a munkába állást segítő támogatási rendszer. Ezt Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár mondta a Napszemlének. Az országban jelenleg 250 ezeren keresnek munkát, többségük a versenyszférában szeretne elhelyezkedni. Ehhez háromféle támogatást is igénybe vehetnek, részben a munkáltatók, részben a dolgozók. A fiatalok elhelyezkedését segíti, hogy 3 hónapig az állam fizeti a bérüket. Az idősebb munkavállalók esetében tovább vagy átképzés támogatására lehet pályázni. A munkába állás után 6 hónapig pedig 150 ezer forintos támogatást kaphatnak a kedvezményezettek. Több mint 40 ezer ember helyezkedett már el ennek a programnak a segítségével, és hát örömteli dolog, hogy Hajdú-Biharban tudtunk talán legtöbbet segíteni, hiszen a 3 élenjáró megye az Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod megye. 3 éves hagyományt folytatva, idén is a Maskarádé részeként rendezték meg a Debreceni Mangalica Fesztivált. A főtéri programokról a Vojtina Bábszínház is gondoskodott. A 20. Maskarádé részeként több napos mulatsággal űzték el a telet. Mehet egy pici apró? Mangalicából készült finomságok sokasága várta a Kossuth térre érkezőket. A töltött káposzta idén is jól fogyott.
Ez a fiatal pár először vett részt a fesztiválon. Anyukám szülinapját jöttünk megünnepelni ilyen kis családiasan, szóval páran eljöttünk. De jók a kaják, finomak az italok, jó a zene, szóval teljesen jól érezzük magunkat. Leszenek kóstolni! A fesztiválon csak a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete által ellenőrzött áru lehetett jelen. A háromnapos program sokakat vonzott. Ennél a stannál a mangalica fogyasztást akarják népszerűsíteni. Lágy zsírszerkezete véget keresik a mangalicát, meg a karakteres ízvilága miatt. Legjobban most nálunk éppen a csemege szalonna fogy. A főtéren szombat délután a maskarádé részeként a télkergető népek farsangi felvonulását, majd Koncz király és Cibere Vajda hagyományos összecsapását és a kiszebáb égetést is láthatta a közönség. A program ma a Vojtina báb színházban folytatódott. Az állarcot a saját magam faragtam, saját magam festettem, meg a bajuszot is én csináltam hozzá, anyukám csak felszőrözte. A Miénk itt a tér farsangi programra elsősorban kisgyermekes családok érkeztek. Nekik alakoskodó játékokkal, táncosokkal és élőzenés kísérettel kedveskedett a bábszínház. Ez nagyon fontos, azt gondolom manapság pláne, hogy a mesékkel minél inkább ismerkedjenek a gyerekek. Ugye emellett a népszokások azok, amik mondjuk egy ilyen farsangi mulatságnak a vázát adják. A mai világban egyre kevésbé találkoznak ezzel a hétköznapokban a gyerekek, ezért fontos, hogy kicsit kiszakadhassanak. Debrecen télűző mulatságát, a maskarádét 20. alkalommal rendezte meg a Vojtina bábszínház. Elfogadta Debrecen idei költségvetését csütörtöki ülésén a közgyűlés. A büdzsé mérlegfő összege csaknem 185 milliárd forint, ami több mint 13%-kal haladja meg a tavalyit. Pap László polgármester azt mondta, hogy a debreceni emberek érdekeit szem előtt tartó költségvetés készült. Csaknem 185 milliárd forint, ennyi a mérlegfő összege Debrecen idei költségvetésének, ami az évközben érkező forrásokkal együtt a 200 milliárd forintot is átlépheti a polgármester szerint. Pap László a közgyűlésen arról beszélt, hogy a büdzsé egyik legfontosabb erénye, hogy a végrehajtásához és finanszírozásához külső forrás bevonására nincs szükség. Egy nagyon dinamikus, a világot sújtó problémák ellenére fejlesztés centrikus és a debreceni emberek, a debreceni polgárok érdekeit szem előtt tartó költségvetést sikerült összeállítanunk. A civil fórum politikusa Gondola Zsolt Zoárd azt mondta, a beruházás nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy minél több adóbevétele legyen a városnak, és minél többet tudjon a debreceniek érdekében felhasználni. Úgy véli, a költségvetési rendszer túl sok hibával és túl sok veszteséggel működik. A kötelező béremelés, az energiaáremelés, a szolidaritási hozzájárulás, az 1%-os helyi adó elvétele, és akkor még a DKV-t nem teszem ide, ez körülbelül egy olyan 10 milliárd forint. A költségvetés arra fókuszál, hogy a fejlesztések a város minden pontját érintsék. Legyen az kertség, kertvárosi terület, lakótelep vagy a központi rész, jelentette ki Pap Viktor. A Fidesz-KDNP frakció vezetője egyebek mellett beszélt a frakció kezdeményezésére elindított kertségi fejlesztési programról. Ennek megvalósítására 6,1 milliárd forint áll rendelkezésre. Fajsúlyos elemei a csapadékvíz elvezetés, a földút stabilizáció, az útfelújítások, a kerékpárút építés, a járdakorszerűsítés és a közvilágítás fejlesztés is egyaránt. Beruházásokra csaknem 85 milliárd forintot fordítanak idén Debrecenben. 21,1 milliárd forint helyi adóbevétellel kalkulálnak, városüzemeltetésre 3,8 milliárd, zöld területi kiadásokra 3,2 milliárd forintot terveztek be. Az ellenzéki képviselők módosító indítványait nem támogatta a testület. A város költségvetését mintegy két órás vitát követően 22 igen és 5 nem szavazattal egy tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés. Elkezdődött a 33-as főút négysávosítása, érkeznek a katonák a keleti határa, és kiderült, hogy ki lett az év embere a Dehír szavazásán. A hét további fontosabb hírei következnek röviden. Szeptembertől a világ egyik vezető technológiai vállalatánál is végezhetnek szakmai gyakorlatot a Debreceni Egyetem hallgatói. A Kronesz Hungary és az intézmény műszaki kara ugyanis kedden stratégiai együttműködési megállapodást kötött. Ennek részeként a déli ipari parkban lévő üzemben létrehoznak egy kihelyezett tanszéket is. Gyorsabbá és biztonságosabbá válhat Debrecen nyugati városrészének megközelítése. Elkezdődött a 33-as főút négysávosítása. Az első ütem a megyeszékely határától az északnyugati gazdasági övezetig tart.
A 17,5 milliárd forintba kerülő munkának jövő őszre kell elkészülnie. Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt hazánkban honvédségi átcsoportosítások kezdődtek. A Magyar Honvédség alakulatai a héten folyamatosan érkeznek a keleti ország részbe, mondta csütörtökön Hajdúhatházon Ruszin Szendi Romulus. A főparancsnok úgy fogalmazott, a honvédségnek késznek és képesnek kell lennie arra, hogy a magyar emberek biztonságát szavatolja. Kossa György az ITK Holding elnök vezérigazgatója lett az évembere a Dehír 2021-es választásán. A díjat, akár csak a többi kategória győztesnek járó elismerést csütörtök este a Kölcsei Központban adták át. Pap László polgármester a gálán azt mondta, Debrecen sikerében a városban élő vagy ahhoz kötődő emberek teljesítménye jelenik meg. Fölényes győzelmet aratott a bajnokságban a Deac labdarúgó csapata. Sándor Tamás együttese 6-0-ra ütötte ki a Putnokot az MB3 23. fordulójában. Hazai büntetővel és vendégkiállítással kezdődött a találkozó. A 12. percben Szabó Levente buktatása után villant a piros lap, a megítélt 11-est Sándor Tamás értékesítette. A félidő derekán Berecki Dániel kétszer talált be, 6 perccel a szünet előtt pedig Szabó Levente szerezte meg a 4. hazai gólt. A lendület a második játékrészben sem hagyott alább. Előbb Székely Dávid növelte a Deac előnyét, 2 perc múlva pedig ismét a csapat házigól királya volt eredményes. Az utolsó fél órában akár tovább növelhette volna előnyét a vendéglátó, de rendre kimaradtak az ittszerek. A debreceniek végül 6-0-ra nyertek. Jól játszottunk, jól forgattuk a játékot. Igazából megvoltak a lehetőségeink, még talán lukhattunk volna több gólt is, de nem nagyon panaszkodhatok. Én bízom benne, hogy a srácoknak ez még több önbizalmat fog adni a következő két idegenbeli mérkőzésünkre. Híreink után a várható időjárásról. Hétfőn gyakran megnövekszik a felhőzet Debrecenben. Szeles lesz az idő, és elszórtan esőre is számíthatunk. Hajnalban -2, -4, napközben pedig 6-8 fok körül alakul a hőmérséklet. A vasárnapi napszemlét látták. Riportjainkat a dehír.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!